Három idézettel kezdjük. Orbán Viktor azt mondja, a fiataloknak azt üzenem, aki ma Magyarországon a munkájából szeretne megélni, annak lesz munkája. Lesz otthona, és biztonságos környezetben nevelheti fel a gyerekeit a világ legszebb országában. Nem fogtok ennél jobb ajánlatot kapni egyetlen más országból sem. Navracsics Tibor azt mondja, hogy nem tudom megmondani, hogy miniszter leszek-e az ötödik Orbán kormányban. Egyszer találkoztam, egyszer beszéltem a miniszterelnökkel, és még nem dőlt el a kérdés. És azt mondja Fekete Győr András, hogy az ellenzéknek nincs helye a parlament alakuló ülésén, mert nem szentesítheti szimbolikusan sem a választások tiszta és demokratikus voltát. Ez a csat, kezdünk. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Önök a csatot látják, az ATV politikai közéleti vita műsorát. A mai műsor kifejezetten a belpolitikáról fog szólni, arról, hogy hogyan alakulhat az ötödik Orbán kormány személyzeti politikája, és politikája úgy általában véve is, mire lehet számítani, milyen változásokra, vagy milyen változatlanságokra, és beszélünk nyilvánvalóan arról is, hogy mi zajlik az ellenzéki oldalon. Jönnek-e új pártok, vagy átneveznek-e régi pártokat, és várható-e az, hogy valahogy másképp kezd el együttműködni, vagy együtt nem működni a hat parlamentbe jutott ellenzéki párt. Ilyenekről fogunk beszélgetni, hogy kikkel rögtön meg is mutatjuk, be is mutatjuk őket. Itt van Böcskei Balázs, 38 éves politológus, politikai elemző, az ELTE állam és jogtudományi karán végzett, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa, az IDEA intézet kutatási igazgatója, a főpolgármester helyettesi tanácsadó pozíciót is viseli. Lánci Tamás, 44 éves politológus, politikai tanácsadó, az MTVA online igazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Corvinus Egyetem oktatója. Korábban a Századvég vezető politikai elemzője és politikai tanácsadója volt. A Politikai Elemzések Központjának igazgatója is volt, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkáraként is dolgozott. Szakonyi Péter, 67 éves újságíró, a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány főszerkesztője, korábban a BBC budapesti tudósítója, Kurír alapító belpolitikai rovatvezetője, a Magyar Hírlap gazdasági rovatának főmunkatársa, majd a Napi Gazdaság főmunkatársa volt. Több egyetemen, köztük az ELTE-n is oktatott. És Pindrok Tamás, 45 éves újságíró, a Figyelő belpolitikai rovatvezetője, dolgozott a Magyar Nemzetnél, a Reformnál, a Magyar Hírlapnál, az Echo TV-nél és a Magyar Időknél, illetve több fővárosi kerületi lapnak is volt vezető szerkesztője. Az elmúlt években meghívott előadóként tanított a Századvég politikai iskolán. Jó estét kívánok, szervusztok, és köszönöm, hogy itt vagytok, örülök, hogy itt vagytok. Van téma bőségesen, kezdjük talán azzal, amit a kormányzati oldalon látunk. Egyrészt Orbán Viktor megszólalása az mindig esemény, hiszen egy miniszterelnök megszólalása az minden országban mindenkor eseménynek számít. Az, hogy a fiatalok rendezvényén szólal meg, és a fiatalokhoz szól a választás utáni igazából első nyilvános megszólalásán, az lehet egy véletlen naptári rend, meg lehet nagyon is célzott és nagyon is fontos üzenet talán a következő évekre. Melyik mellé teszik ezek a voksotokat? Véletlen történet ez? Vagy? Biztos nem véletlen. Véletlenek nincsenek ebben a rendszerben. Ebben a rendszerben dekára, tizeddekára kisúlyozott és kiporciózott lépések és gesztusok vannak. Szerintem arról van szó, hogy valamilyen módon így köszönte meg a fiatalok szavazatait, mert azt jól látni, nem tudom, hogy egyetértetek velem vagy sem, hogy az a várakozás, vagy az az előrevetés, hogy 400 ezer új szavazó majd az ellenzékre szavaz, hiszen kiábrándult, nem bízik a jelenlegi, pontosabban a korábbi Orbán kormányba, az nem jött be. És ez a 400 ezer szavazó... Hát én most, ugye ez volt a kérdés, igen, de én azt gondolom, hogy ez egy gesztus volt, a ritka gesztusok egyike. Igen, ez egy média, hogy is mondjam, média narratíva volt az ellenzék részéről az utóbbi nem tudom hány évben, hogy itt a fiatalok azok ellenzéki szavazók is. Igazából a Momentum megjelenése és talán az Olimpia kampány volt az, ami erre ezt a kapaszkodót nyújtotta az ellenzéki oldalon. Hát az élet, a valóság ezt is megcáfolta. Ebben a szavazói körben is fölényesen
fölényesen nyert a Fidesz, mint máshol is természetesen. És nem csak az unos, untalan hallott dolgok miatt, a média fölény, mert nem volt média fölény, nem lejtett a pálya, hanem azért, mert mondott nekik valamit a fiataloknak, nem azt, hogy jó 1G. Az ellenzéknek ennyi volt az összes üzenete minden választói csoportnak, semmi más. Tamás, van arra számod, hogy a 11. szavazóknak és a 18 kötője 29 éveseknek hány százalék a szavazott a kormányzó pártra? Nincsen, de látható a számokból. Melyikből? Hát a szavazati számokból. Tudod állapítani, hogy az első szavazóknak jelentős része... De kormánypárti 18-29-ben pedig. De több mint valószínű, hogy így van. Mert nektek vannak számaitok, hogy... Nincsen, azért, mert az elsőkről fölénnyel nyerte. Nem ez a visszakérdezés, hanem az a visszakérdezés, hogy miért gondolod azt, hogy ebbe a szavazói tömbben kormánypárti többség lenne. Én nem tudom egyébként, hogy kormánypárti többség lenne. Ezért kérdeztem, és nem állítottam. És szerintem erős megérzés ez. Ugye az első szavazók tekintetében okkal feltételezhettük a korábbi kutatások alapján, hogy ott kormánypárttal szembeni attitűdök vagy preferenciák vannak. Ebből egyébként nem lehet semmifajta következtetést levonni az egész ifjúságra nézve. Ez egy nagy hiba volt az ellenzéki. Valóban média diskurzus is volt, politikai diskurzus is volt, Márki-Zay Péter árnyékán. Hát ugye meggyőződés mögött adatok vannak, én pont adatokat nem látom, ami azt mondta volna, hogy a fiataloknak jelentős része beáramolna majd és eldönteni a választást. Szerintem ez volt az egyik az ökológiai tévkövetkeztetéseknek, hogy a fiatalok túl voltak gondolva az ellenzék szempontjából. Ebben egyetértünk. Nem legyünk méltányosak, tehát az ellenzék egy ilyen önbeteljesítő jóslatot próbált hangoztatni, hogy a fiatalok velünk vannak, mondván, hogy akkor, ha elég sokat hangsúlyozzák ezt a dolgot. Hát, ha eliszik. Akkor ez majd beindul. Ugye az egyik ilyen volt, én emlékszem, hogy a DK, tehát a Gyurcsány mögött sok fiatal. Ez egy ügyes média hack volt. Tehát Gyurcsányék egy-két ügyes húzással, néhány fizetett aktivistával valóban egy pillanatra azt el tudták hitetni az ellenzéki szavazókkal, hogy fiatalok nagy tömeg áramlik be. De én láttam számokat, és valójában a fiatalok körében soha egyetlen ellenzéki párt, még a Momentum sem vette át soha a kezdeményezést a Fidesztől, vagy az előnyt. 18-29-ben? Sem, és ott sem. Tehát nyilvánvaló, hogy egyre fiatalabb korosztályokat nézünk, a Fidesz előnye olvad, de még ott is markáns. És azzal szerintem, hogy a Momentum bement gyakorlatilag a Gyurcsánynak a farzsebébe, és onnan nézegett kifelé, ezzel gyakorlatilag elveszett az a szexepil, amivel esetleg meg lehetett volna szólítani generációs alapon a fiatalokat. És azt gondolom, hogy ez a Momentumnak ez a momentuma örökre elment, tehát most akármit erről nyilván beszélünk, akárhogy próbálják majd a jövőben megkülönböztetni magukat, ez a billog rajtuk van, és hogyha esetleg megpróbálnák magukról ezt valamilyen módon ezt lesminkelni, akkor majd szerintem a Fidesz emlékezteti a fiatalokat, hogy ki is az a Momentum. Mert a fiatalok követnék és figyelnék a politikát, ugye? Tamás mondod, azért izgalmas, mert ugye van egy olyan ága is ennek, hogy ahogy megyünk a korosztályoknál egyre lefelé, úgy egyre olvad a Fidesz előny, és akkor Orbán Viktor most megszólítja a Fidesz szavazók közül azokat, akik fiatalnak számítanak, és talán azokat is, akik mondjuk a politika felé meglehetősen nagy apátiával néznek, de közben ezek a mondatok valószínűleg jelentenek számukra valamit. Mondhatok még egy gondolatot ezzel a fiatalokkal kapcsolatban? Tehát szerintem a fiatalok elsősorban ajánlatot várnak, és az újdonság erejét, és bármilyen furcsa, ezt ma Orbán Viktor szállítja nekik. Tehát Orbán Viktornak volt ajánlata, ha más nem, akkor az adócsökkentés. Mit adócsökkentés? Az adó eltörlése. Az adó eltörlése, így van. Nyári munkáért, és, vagy hogyha elmennek. És ha ránézünk az európai politika térképére, most akár egyetért valaki Orbán Viktor, akár nem, de Orbán Viktorra lehet odafigyelni. Van karaktere, állít valamit, ahhoz lehet viszonyulni. Pont ma gondoltam végig, hogy itt volt a francia választás, és azon gondolkodtam, hogy is hívják a francia miniszterelnököt. Nekem tudnom kéne, és egyszerűen nem tudom fölidézni a nevét, pedig azért régebben ezt tudtuk. Hogy hívják az osztrák kancellárt, ki most, ezeket nem, egyszerűen az ember nem is tudja fejben tartani, mert fél évenként megbuknak, jön egy újabb papírmossé figura, egyszerűen nincsenek olyan emberek, akikhez bármiféle érzelmi viszonyt ki lehetne alakítani. Orbán Viktor pedig mindig, tehát 30 éves politikai karrierje után is tud újat állítani, karaktereset, amihez lehet viszonyulni. És szerintem egy fiatalnak ez ma adott esetben vonzó.
Tamás, én egy mondatot tennék csak hozzá. Szerintem a fiatalok 90%-ának már effektív nem lehet élménye arról, hogy ki volt és ki Gyurcsány. Tehát az, hogy a Gyurcsány faktor működik-e az ő köreikben, azt én alaposan megkérdőjelezném, mert nem hiszem, hogy azok, akik nem élték meg mondjuk a 2002 és 2010 közti időpontot, ezt az időszakaszt, azoknak bármit mondana az ő neve. Hát de ezen dolgozott a Gyurcsány a tornacipővel, a gitározással. De lehet, hogy az nagyon régen volt. Lehet, hogy volt az azért, mert mondjuk 2006-ban nem álltak ott az Asztórián abban a tömegben, ahol Gyurcsány Ferenc által a kivezényelt rendőrök lovasrohamot intéztek ellenünk. Ettől függetlenül még látnak egy embert. Látnak egy embert, aki hát furcsán viselkedik, aki mondjuk úgy, hogy a politikai karrierjének a delelőjén már túl van. Látnak olyan arcokat mellette, akik szerintem, ez egy szubjektív dolog, erre aztán tényleg nem tudok számot hozni, de szerintem nem vonzó a fiataloknak. Tehát nem gondolom, hogy Vadai Ágnessel meg lehetne szólítani bárkit is. És ezt nem bántásból mondom, csak tényleírásként. De önmagában az, hogy van egy párt, amelyik nem kifejezetten a fiataloknak szól, de van egy társadalmi beágyazottság. Ezt mondjuk a DK-nál nem lehet elvitatni. Most már azért a számokat elég jelentősen igazolják. Az önmagában azt gondolom nem probléma, ha van több ellenzéki párt, amelyik megosztja egymás közt a teret, a területet, a felelősséget, a feladatot. Tehát például van olyan ellenzéki párt, amelyik kifejezetten a fiataloknak szól. A Momentum ezzel az ígérettel érkezett. Lehet volna, de most már gyűlölni fogtok, de megint magamhoz ragadom a szót. Tehát, hogy szerintem az a probléma, hogy az összes ellenzéki párt, mind a hat, ugyanarra a pár százezer, a kemény maghoz tartozó, alapvetően szerintem magasabb életkorú zömmel fővárosi ember felé, vagy hoz politizált. És, talán nehezítette is az összefogást, hogy most megkülönböztethetők legyenek igazából. Igen, de azt gondolom, hogy nem úgy épült fel az egész, mint ahogy te most itt mondtad, hogy tehát ilyen orgonasípszerűen, hogy mindegyik más hangot ad ki, és talán más választ. Talán ez lenne kívánatos. Ez lehetett volna az egyik előnye annak, hogy hat párt indult. Ehhez képest én azt láttam, hogy, és ezt az előválasztás egyébként föl is erősítette, mert mindenki a kemény magot akarta megszólítani, mindenki a baloldali kemény magot, hiszen az előválasztáson az járt jól, aki el tudott hozni abból a pár százezer fős kemény magból minél több szavazat. És ez gyakorlatilag egy szólamúvá tette ezt az ellenzéket, egy síkúvá inkább azt mondanám, borzasztóan egy síkúvá, és a több szólamúságnak a lehetőségét teljesen elvesztette. Most ezügyben egy új korszak kezdődik, erről majd beszéljünk részletesebben, de hadd vonjalak benneteket, mert hogy mi jól el vagyunk, azt mondom, de alapvetően nem nekünk. Ugye a műsornak leginkább nektek kellene. Igen, hát most a műsornak hát egyenes beszéd. Igen, ugye? A műsornak a negyedik, négyes, feledik percével megérkezünk a Gyurcsány kérdés. És 2006 őszén, hát az ember nem tudja, hogy az időutazásban vagyunk-e, vagy a valós jelen időben. Ezért viszonylag nehéz dramaturgilag kapcsolódni. Másrészt pedig egy kicsit úgy vagyok ezzel a kérdéssel, mint az ellenzék a fiatalokkal. Tehát túldimenzionálta azt is, hogy megszólítható a legaktívabb társadalmi, leginaktívabb társadalmi csoport, a politikai legkevésbé fókuszáló, a politikát leginkább elutasító, tehát ez egy valamelyikötök mondta várakozást, és nem is volt önbeteljesítő jósat, hiszen nem teljesedett be. Ez egy várakozás volt, egy kívánatossági torzítása, úgy tetszik. Adatokkal, választás szociológusok mondták, hogy ez nem így lesz. Az állítólagos bizonytalan fideszesek, amit a Márki-Zay Péter akart építeni erre a választói körre, hát látjuk, hogy nincsenek ilyenek. Hát jó emberre ül szemben, mert ugye Szabó Andrával kétszer próbáltuk két különböző fórumon, úgy az ATV.hu, mind a 24-en mondani, hogy a választás szociológilag miért szavazat megtartó képessége a Fidesznek extrém. Úgyhogy leginkább azoknak az elemzőknek kellene itt ülni, akik egyébként azóta sem nyilatkoztak, hogy milyen adatokra állították ezeket a tényen túli érvelésüket, mert a politikustól nem várok más különösebben, hiszen neki konstruálni kell a valóságot. Az elemzőnek talán nem. De a Márki-Zay Péter tovább viszi ezt a vonalat, mert pártot akar alapítani, őket akarja megszólítani. És igen, most ez egy és akkor be is fejezem a gondolatot, hogy nem iket. Ott túlfeszítettük, ott is a fiatalokról a gondolkodás, és most is túlfeszítjük. Én nem tudom, hogy ez mennyire direkt, vagy nem direkt ez a mostani alkalom, hogy itt szólalt meg először, vagy sokat szól Orbán Viktor, nem tudom. Azt mondja Péter, hogy a politikában nincsenek, a nerve nincsenek véletlenek, a politikában viszont vannak.
Tehát ez nem tudom, mennyire tervezett. Azt tudom, hogy azért ezek az üzenetek, amikről most mi beszélünk, és amiket idéztél is, ezekről igazából csak hozzánk jutnak, mert a politikát nagyon aktívan figyelőkhöz, akiket ti is bizonyítatok, fiatalok, azok nem tudják, hogy ma mi hangzott ezen a megszólításon. De a 25 éven alatti adó kérdést, azt vagy ők, vagy a szüleik, de érintik. De valami valóban viszont kiderül belőle, amit gyakorlatilag azóta, hogy tudhat, hogy megnyerte a Fidesz a választást, azóta próbál kitalálni mindenki, hogy hogyan tovább. És mint a Orbán Viktor a mostani megszólalásában határozottan arról beszélt, hogy azok, amik intézkedések eddig voltak, azok mennyire jót tesznek a fiataloknak, és hogy mennyire jóvá teszik számukra ezt a hazát, ebből nekem az következik, hogy ezek az intézkedések stabilan megmaradnak. Másképp ezeket nem emelte volna most ki. Tehát úgy biztos nem emelek ki egy ilyen intézkedéssort, hogy egyébként az van a fejemben, hogy 2 hét múlva megszüntetem. Igen, de nem. Mert akkor ez nem igen? Igen, de nem. És lányom mondja ilyenkor, hogy nem. Igen. Szóval én úgy gondolom egyrészt, hogy azok a jóléti intézkedések, hagy fogalmazzak így, amelyeket mondjuk az elmúlt egy évben vezetett be a kormány, azok fenntarthatatlanok. Hiába próbálja, legutóbb éppen ugye Gulyás Gergely mondta azt, hogy ezek fennmaradnak, továbbra is működnek, stb. Nem hiszem. Ezek olyan nagyságrendű pénzek, amelyeket a költségvetés egyszerűen nem bír el. Egy-kettő, pedig van olyan, aminek ugyan nincsen nagy költségvetési kihatása, de ha az megmarad, akkor egy példának számít. Például itt a 25 évvel alattiaknak az SZIA mentessége. Szerintem nincs létjogosultság, igazán értelme sincs, és hogyha elveszi ezt a kormány ezt a adómentességet, akkor igazából lázadás vagy tiltakozás nem is lesz. De ha nem kerül sokba, miért vennél? Hiszen bármikor felsorolható, hogy ezt is megtehetjük. Itt össze kell rakni azt a hiányt, vagy annak az ellentételezését, ami az év végéig várható. Tehát itt azért nagyon, már most látható, hogy nagyon nagy baj van a költségvetéssel, és még nagyobb lesz, hiszen egyáltalán semmi jelen nincs annak, hogy az energiaárak, az élelmiszerárak, ezek bármilyen módon, vagy és a munkabérekről nem is beszélve, hogy megállnának. Csak a gazdasági növekedést kihagyod ebből a felsorolásból, mert az számít. És hogy a gazdasági növekedés olyan lesz, mint amire már a kormány számít, akkor az, amit te mondtál, az nem áll meg? Hát de megáll, mert attól még a költségvetésnek nem lesz annyi pénze, hogy betömje ezeket a lukakat. Egy példa. Úgy érzem magamat, mint hogyha ilyen időgépbe ülnék, mert 2011-12-ben ugyanezeket hallgattam végig. Aztán 13-14-ben a rezsicsökkentés fenntartatlan, ami 8 éve van. Tehát én azt látom, hogy a Fidesz azért mondjuk, hogy a kormányzati hitelességét az ellenzékkel szemben igyekszik megőrizni. Tehát ha valamit bevezet, akkor azt fönntartja. És hogyha ehhez áldozatot kell hozni, akkor áldozatot hoz. Például olyat, hogy akkor ütközik mondjuk külföldi nagyvállalatokkal. Hát ez volt 2010 és 2014 között. De nem Tamás nem ütközik. Hát ez a vicc benne, hogy hát a külföldi nagyvállalatokat... Hát elég nagyot hát ütközött A kereskedelmi hálózatokat... Az egy eléggé nagy, ütközés de, volt. De mikor... Az energiaszolgáltatókkal hát elég nagy ütközés igen, volt. Mikor... És erre mindig az volt, bocsánat, csak erre igen, mindig az volt a válasz, hogy hát ebből bele fog törni a kormánynak a bicskája, és igazából nem tört bele. Tehát de azért historikusan azért az elmúlt 12 évben, amit az Orbán kormány bevezetett, azt tartottak. Benne vagytok, hogy innen folytassuk. Van egy Jaksi György idézetem is, most muszáj egy kis szünetet tartani, de most vagyunk ott, ahonnan érdemes tovább lépni és innen folytatni. Ha ebben benne vagytok, azt köszönöm, és remélem, hogy a nézők is velünk tartanak. Ott tartottunk, hogy lesz, vagy hogy nem lesz úgy, mint ahogy 2012-13-ban volt gazdaságilag Magyarországon. Akik most kapcsolódnak be, nekik jó estét kívánok, a csatot látják, és arról a vitát, hogy hol tartunk most. Hogy hol tart a kormányzati politika, és már elkezdtük azt is, hogy hol az ellenzéki arra, vagy még visszatérünk bőségesen. De hogy mi van a gazdaságban, ott hagytuk abba, és Jaksi Györgytől ígértem egy idézetet, azt következzem most.
A rezsicsökkentés egy olyan önbékjó, amit a kormány nehezen dobna le magáról. Nyilvánvalóan azokat a társadalmi csoportokat, amelyek nem tudnák kifizetni az emelkedő árakat, szociálpolitikai alapon kompenzálni kellene. De az, hogy én a világpiaci ár töredékért tankolok, fűtök és használom az áramot, vicc. Még a középosztálybeli háztartásoknál is érvényesíthető lenne, ha nem is a világpiaci, de a mainál lényegesen magasabb ár. Ugye ezt az érvet nem először halljuk, hogy ez így mindenkire kiterjesztve nem igazságos és szinte fenntarthatatlan, de most valóban helyzet elé is kerül a kormány, május 15-ig vannak az eldöntött időpontok és korlátozások, tehát azzal kapcsolatosan meg kell hozni a döntést, hogy milyen módon változnak ezek a fixált árak, és mit vezetnek ki, vagy mit tartanak meg? Szerintem itt a politika lényegéről beszélünk egyébként, bár árakról, meg gazdaságról, mint a gazdaságról beszélnénk, de itt a szavazókról beszélünk, és a politika lényege a szavazóknak a jóléte, és megvédeni őket minden hatástól. Egy kormány, egy igazi kormány feladata ez. És ez a kormány ezt csinálja. Lehet, hogy ez a gazdasági szakembereknek, különféle lobbicsoportoknak nem ízlik, de ők a lobbicsoportok, ők nem a szavazók. Persze lehet, hogy szavaznak, nem biztos, hogy itt, de szerintem a politika lényege az az, hogy a szavazókat megvédjük a hatásoktól, és most meg kell védeni a benzinártól, a magas benzinártól, ami 600-700 forint lenne, hogyha nem lenne ez a benzinárstopp. Meg kell védeni az élelmiszerárakat, 5%-kal magasabb lenne az infláció akkor, hogyha ezeket nem vezetik be. De az infláció így is 5%-kal magasabb. Az a vicc benne, hogy... Mint a világon mindenhol. Nem, a világon nem mindenütt, de hogy nálunk 500%... Nem, egy ország, nem. Ahol most nincs infláció. De van kell. Infláció, tehát ne forgass ki, amit mondok, mert én azt mondtam, hogy itt lenne... Itt van most ez az 5%-os infláció, egy baj van, hogy ez egy ilyen búvópatakként van jelen a gazdaságban. Ez előbb-utóbb, mint a búvópatak is előjön. Tehát lehet egy darabig becsukni a szemünket, vagy homokba dugni a fejünket, lehet. Egy darabig lehet, de utána meg kell fizetni az árát. Az egy őrült ezt nagy... Ezt is hallottuk már, azt hiszem. De ez sajnos az, hogy nincs ingyen ebéd, az egy igazság. De ez egy igazság. Hát figyelj, előbb-utóbb valakinek meg kell fizetni ennek az árát. Tehát olyan nincs, hogy majd a jó Isten ide dob egy nagy euró csomagot, és akkor azt felhasználhatjuk, hogy a kormány kifizeti helyettünk a magas árakat. Mi fizetjük ezt ki? Ez egy becsapás, amit művel a kormány. Ugye veszélyes vizekre evezett az Európai Unió. Az infláció mindenhol pusztít, Magyarország ugye a középmezőnybe tartozik, itt a térségbeli országokban kétszámjegyű infláció van már, többek között az eurót használó, ugye mindig ez volt, hogy az euró a csodaszer az infláció ellen, látjuk, hogy Szlovákiában is 10% fölött van az infláció, tehát itt ez egy nagyon veszélyes dolog, és ugye ezen a héten akár az is lehet, hogy az Európai Unióban dönteni fognak az orosz olajembargóról, tehát én azért lennék nagyon óvatos, hogy mit nyilatkozom itt, mert hogyha orosz olajembargót vetnek ki, vagy jelent be az Európai Unió, akkor... Hát ott akkor az egy nagyon más játék fog. Ez egy nehezített pálya lesz. Hát ez nem egyszerűen nehezített pálya, hanem az az európai gazdaságra egy olyan terhet fog rakni, aminek következtében akár lehet, hogy össze is fog omlani. Hát hiszen a németek éppen ezért óckodnak ettől az olajban. Igen, de óriási nyomás nehezedik a németekre is. Nem tudjuk, hogy ennek az egésznek mi lesz a vége. Láthatóan világban vannak erők, amelyek azt szorgalmazzák, hogy az olajról, aztán a földgázról is, az orosz földgázról is jöjjünk le, ami minden mértékadó közgazdás szerint az európai gazdaság összeroppanásához vezetne. Ezt azért fontos elmondani, mert vannak, akik úgy próbálják beállítani ezt az egész történetet, mint hogyha csak arról lenne szó, hogy 2-3 fokkal lejjebb kell venni a termosztátot a nappaliban, de nem erről van szó. Nem lesz gáz. Ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, amiről beszélünk. Tehát mindenféle, amikor árakról, inflációról beszélünk, akkor azt kell látni, hogy itt egy világméretű összecsapás zajlik. Ez óriási inflációs nyomás generál, részint egyébként még a Covid-nak az utóhatása, de ne felejtsük el, az Európai Unió döntéseképpen rengeteg játékpénzt nyomtatta ki, amivel egyébként Magyarországnak nem adtak, bár járna nekünk, de ez most mindegy, és ez óriási inflációs nyomás gyakorol az európai gazdaságra. Tehát nagyon észnél kell lenni az európai döntéshozóknak, ez nem Magyarországról szól, az Európáról szól. Nagyon észnél kell lenni, mert itt bele tudunk futni egy olyan hiperinflációba, ami mindannyiunkat tönkre fog tenni, nem a magyarokat, hanem egész Európát.
Ez nem magyar feladat, ez európai feladat. Most megmutathatja Brüsszel, meg az egész Európai Unió, hogy amire létrejött, hogy megvédje a nemzetállamokat például ilyen krízisektől, ezt meg tudja valósítani. Tamásnak volt egy mondata, hogy, ez kemény politikai, vagy nem is, lehet, hogy a kemény jelzőt nem tetted hozzá. De én nekem mindig ezekben beszélgetek. Nem mivel kapcsolatban? Hogy amit a rezsicsökkentés és kapcsolatban. Hogy van egy narratív síkjának a történetnek, és én azért mindig problematizálom, amikor politikai elemzők gazdasági logika alapján kezdenek dolgozni, vagy gondolkodni, vagy beszélni. Én biztosan, mert nem értek azzal a kompetenciával hozzá. És nekem sok érdekesebb ezért azok a diskurzusok, amire a másik Tamás is utalt, hogy én valahogy 11 éve hallom azt, hogy, és itt a Péter felé lesz akkor ez kritikus, és akkor már körbe is értük, hogy nem fenntartható. És ez leginkább azért van, hogy ez a diskurzus ez él, mert az ellenzéki oldalon nagyon gyakran a politikai nyelv helyett gazdasági nyelven gondolnak el témákat, területeket, és nem tudják azt magukévá tenni, hogy a rezsicsökkentés lehet, hogy valóban igazságtalan, abban az értelemben, hogy a medencével bírók és a kisháztartásban élők között ez egyenlőtlenül osztik meg, de hogy attól még a kisháztartásban ez még van. Tehát a nullánál a 2800 plusz, az 2800-al plusz. És akkor ide teszem, amivel is itt nem értek egyet az, hogy a 25 éven alattiakat kivezetnénk, azt igazából olyan nagy, sem gazdaságilag, sem pedig szubjektív jólét szintjén ez nem változna. Politika nyelvén igenis változna, mert annak a 25 éveseknek vannak édesanyjuk meg édesapjuk, akiknek van szavazási magatartása, és amikor elmegy szavazni, akkor annak alapján dönt, hogy milyen perspektívái vannak adott esetben az ő gyerekére nézve. Mikor a nyugdíjasok vagy az idős társadalom kapcsán hallottuk ezt éveken keresztül, hogy ők azok, akik megvásárolható, meg ugye szavazatilag, 13. havi nyugdíja már biztos, akkor megváltozik a szavazati preferenciájuk, vagy szavazási preferenciájuk. Egészen világos a kutatások tükrében, hogy az idősek úgy szavaznak, hogy az saját gyerekeiknek a perspektíváit nézik, a szubjektív jólétét, amit gondolnak a saját gyerekeikről, vagy unokáiknól. Tehát amikor ezen itt rezsicsökkentésezünk, meg azt mondjuk, hogy nem fenntartható, és elkezdjük ilyen gazdasági nyelven elbeszélni politikai történetet, akközben az ellenzéki gondolkodás egy cseppet sem jut akközben ahhoz közel, hogy lakótelepi körzetekben miért szavaznak át, se nem anyagi topzódásban, se nem deprivációban élők adott esetben, mint a választás alkalmával most. Fontos téma, az jutottunk, és akkor kezdjük is ezt a témát kibontani egy kicsikét. Az egyik legnagyobb tapasztalása az ellenzéknek a mostani választás kapcsán az volt, hogy nagyon fontos helyeken, lakótelepeken vesztették el a hagyományos többségüket. Ugye először ezek szocialistának mondott szavazók voltak elsősorban, aztán egy részük átpártolt a Jobbikhoz, ez is tudható volt. Most pedig egy nagyon jelentős részük, vagy a Mi Hazánkra, vagy a Fideszre szavazott, tehát azt lehet mondani, hogy elvesztette az Egyesült Ellenzék a szavazóbázisát. Így volt ez a Havannán, ahol Kunhalmi Ágnes majdnem ezért veszítette el a választást, akár így volt Hiller István körzetében, ahol szintén vannak lakótelepek, de ezt lehetett mondjuk Szombathelyen látni a Derkovics lakótelep esetében, amely szinte némi túlzással egy emberként lett Fidesz szavazó. Mi történt? A baloldal elengedte őket. Elengedte ezt a szavazói bázist. A baloldal, ahogy te is mondod, gazdasági narratívában gondolkodik, nem politikai narratívában. Ezt szerintem Horn Gyula után vesztették el valahol, útközben még megvolt. Gyurcsánynál már... A szakértői korvázást nem éppen a baloldaliság jelző szerkezete szokott lenni. De Horn Gyula meg tudta szólítani ezeket az embereket. Lehet, hogy most visszavetítve 94-re... Könnyebb helyzetben volt, mert ugye a Kádár rendszer után voltunk, tehát nem volt annyira nehéz neki megszólítani ezeket az embereket, akik a Kádár rendszerben egy kényelmi pozíciót tudtak elfoglalni. De ez még hogyha... később is, ez ment 2002-ben is. Hát 2002-ben, de ott már 2002 után vagy 2010 után, inkább a 2010. Segítek, az összödi beszédenek véget vetett, hát az arról szólt, gyakorlatilag azt üzente, most az egésznek a morális, tehát ezt most fejtsük le erről az egészet, nem moralizálni akarok, meg nem elítélni akarom most Gyurcsány Ferencet. De valaki végighallgatja mai füllel azt a beszédet, abban az van megüzenve, hogy mindenkinek a pofája lapos, itt most jövök én, és ezt az egész szociális rendszert, meg mindent én fölborítom. És ugye jöttek utána a képviselők, hogy na de nekem le kell mennem utána a választókerületembe, és mit fogok nekik mondani. És akkor erre az volt Gyurcsány Ferenc üzenete, hogy engem ez nem érdekel. Ez a te dolgod, old meg, én most itt elkezdek kormányozni, és át fogom alakítani, gyökerestül föl fogom forgatni ezt az országot. És tulajdonképpen ott billent ki a baloldal, azóta én egyetértek, most nem hangzott el a szádba, de hát erről sokszor írtál, meg beszéltél, hogy
hogy azóta a baloldal igazából nem találja saját magát, viszont kapott jobb oldalról egy szociálisan értelmezhető és biztonságot sugárzó üzenetet, aminek van fedezete. Ez nagyon fontos, hogy van 12 évnyi fedezete. Tehát, amiről az előbb beszéltünk, hogy valamit csinál a Fidesz, akkor az nagyjából azért az úgy van. Tehát az emberek megszokták, hogy ha ezt megcsinálja, akkor meg van csinálva csúnya magyarság. Igen, és a Fideszt azzal is támadták, hogy ideológikus kormányzás, meg stb. Nem igaz. Pragmatikus kormányzás. Ez is mutatja a lakótelepek szavazata, hogy pragmatikus kormányzást csinált, és baloldali elemeket, úgymond baloldali elemeket, persze azok nem biztos, hogy baloldali elemek a magyar közgondolkodásban, igen, beépített a politikájába. És ezzel nyert el ezeket a szavazókat. Szerintem, és ez nem fog változni szerintem a következő 4 évben. Tamás, szerintem lehet, hogy én nagyon egyszerűen látom a dolgokat. A Fidesz meggyőződésem szerint egyetlen egy dologgal, és az utolsó 2-3 hét, a választások előtti utolsó 2-3 hét eseményeiben nyerte meg ezt a választást. Így, de hagyj fejezzem be, bocsánat. Avval, hogy azt mondta, hogy békét. Jó, rendben van, attól még nem biztos, hogy igaz, amit mondtak. De hogy háború vagy béke. Ki az az elme háborodott, aki háborút akar? A Fidesz nagyon jól tematizálta a választási küzdelmet arra, erre az egy témakörre. Ez ennyi. Én szeretnék segíteni most a baloldalnak. Tehát, hogyha a baloldal azt gondolja, hogy a választási, történelmi választási veresége, az pusztán... Ne nézz rám, mert én tudom, hogy mi a veresség oka. Tehát, hogy... Na, és én nem osztom ezt a véleményt. Akkor oda nézek. Tehát, hogy ha a baloldal azt a következtetés szűri, hogy ez a választás az utolsó 3 hétben ment el, mert... Nem a baloldal, ezt én mondtam, bocsánat, én nem a baloldal vagyok. De nem baloldal, vannak ilyen hangok. Nagyon sok ilyen véleményt lehet hallgatni. Addig minden jó volt, csak ott bejött ez a háború, és ott nem sikerült ritmust váltani, a Fidesz meg ügyesen ki. Szerintem nem erről van szó, hát a számok egyébként már januárban is ezt mutatták, ott volt a kiszivárgott kutatás, amit ugye cáfolt, akkor Márki-Zay Péter... Az iránytű intézet féle? Nem tudjuk végül is... Hát azok magukra vállalták. Amerikai tanácsadók. Magukra vállalták. Én láttam több mérést is, és abból eléggé nyilvánvaló volt, hogy itt januárra egy döntő Fidesz fölény alakult ki. Hogy erről tájékoztatták-e a jelölteket, Márki-Zay Pétert, vagy nem, elhitték-e, amit látnak, vagy nem, ezt én nem tudom. De ez tény. Egész egyszerűen addigra az ellenzéknek addig sem túl erős és acélos kampánya teljes mértékben szétesett, Márki-Zay Péter pedig szétlőtte magát. A háború, elnézést, ízléstelen, az tényleg csak a hab volt a tortán. Balázs tudja, hogy mi a vereség oka. Olyannyira, hogy nekem mindig sajátos, de akkor én végigviszem ezt az elemző kritikát ebből a műsorba, mégis erről is lehetne egyszer beszélni, hogy amikor a jobb oldal 2019. október 14-én az önkormányzati választások másnapján megmondta, hogy a kulcs ennek a Borka ügy volt, és egyébként minden rendben volt, akkor nyilván ez egy politikai magyarázat arra vonatkozólag, amit nem lehet 12 óra alatt modellezni. És az ellenzéki oldalon is, és ez lett a bevet, hogy a háború az oka. Na most, hogyha a háború lenne az oka, akkor az egyik oldal nem csak pár százezerrel, ezzel nem akarom ennek a jelentőségét elvenni, a többi, az ellenzéki oldalhoz pedig kevesebb, mint 830 ezeret veszítesz. Tehát a háború logikája alapján sokkal többnek kellene, tehát a józan ésszel megyünk, akkor is sokkal többet kellene a Fidesznek ráfordulnia ebből a veszteséből, mint amennyi egyik az ellenzéki oldalon hiányzik. Tehát itt három ok van, az egyik az egyértelmű, és az lakótelepekből indult ki a történet. Ezeket az intézkedéseket, amiről mi folyamatosan beszélünk, ezekre leginkább is ilyen liberális közgazdászi kommentátori logikával nézzük, elfelejtjük azt, hogy az emberek egy jelentős részének ezek segítségek. Ezek valamifajta kiszámíthatóságot, mert sajnos egyet kell érteni, hogy sajnos mégis a politika logikája alapján lehet gondolkodni, hogy a jobb oldal nem von vissza intézkedéseket. Tehát lehet, hogy azt elinflálja az infláció, hogy akkor csatlakozzak a magyar nyelvtanhoz, az én egy szó ismétléssel, vagy lehet, hogy annak az értéke nem ugyanannyi, de hogy valamifajta kiszámíthatóságot teremt rezsicsökkentéstől 13. havin át hatósági áram, ugye, amelyre egy baloldali politikus önmagába véve nem mondhatja azokat a jelző szerkezeteket, amiket használtak egyébként. Ezzel lehet vitatkozni, hogy ez lenne a cselekvőképességnek a mércéje, és majd látom, ahogy mikor visszavezetik valószínűleg, vagy reményeink szerint csak sávosan a hatósági árat után, akkor itt az áremelkedésre az lesz, hogy államláma piac mégiscsak elrendezi a viszonyokat, de ilyenfajta beszédmódot nem vehet fel egy baloldali politikus, és nem tudnak számolni azzal,
hogy valóban vannak a nem csekély, nem jelentéktelen korábban jobbikos szavazók, akiknek ez a fajta legkisebb is számít, és akkor nem mondom, hogy ugye a szlogen hogyan fejeződik be, az tényleg számít. De ezt egy szóval is meg lehet fogalmazni. Biztonság. Tehát a választó... A biztonság sokszínűsége, mert egészen más, mint a biztonság neked, de, mint mondjuk a Havannál, ha már elhangzott. De soroltátok, a háború, béke, biztonság kérdés. Te is mondtad, hogy az árak, hogy ne érjék el a magas árak az embereket, biztonságban tudják magukat, meg a családjukat, hogy nem kell mindig a rezsire gondolnom, hogy mennyit fizetek, mert 2010 előtt éppen az a baloldal, aki magát baloldalnak hívja, ezt a politikát folytatta, hogy szinte társadalmi konfliktus alakult ki a rezsiügyből. Talán te mondtad éppen, Tamás, a kiszámíthatóságot a beszélgetési korábbi szakaszában. És akkor ennek kapcsán azt kérdem tőletek, hogy azzal a logikával, amit itt most leírtatok, azzal a logikával mennyit számított, hogy az egyikről tudom, hogy rezsicsökkentett, hogy adott ezt, adott azt, a másikról meg nem tudom, hogy igazából mit fog csinálni, mert azért ez nem volt teljesen világos. De mintha tudta volna a válaszom, mert emlékezett Gyurcsány Ferencre, és de nem, elhangzik de a Gyurcsány. De nem itt persze, a másik, Márki-Zay Péter volt, aki amellett, hogy De nem tudja elszakítani magától. De hát ott volt mögötte hat párt, amelyik irányíthatta, alakíthatta volna a kormányra jutás esetén az ő politikáját. Tehát ezt igazából nem tudhatta a választó. Erre próbálok rákérdezni. Szerintem itt egy józan számítás is belejátszott a döntésbe. Mégpedig az, hogy itt van egy centrális erőtér, itt pedig van hat különálló vagy szövetkezett ellenzéki konglomerátum. Na nézd meg, Szlovéniában ez egy jó ajánlatnak tűnt hétvégén. Igen. Nálunk Magyarországon meg nem. Ott nem ugyanaz a helyzet. Nem teljesen ugyanaz, de mégis, hát a több párt azért valamilyen módon tudott valamit tenni. Egy dologra azért, mert én végignéztem ezt, most van 3 hete ennek a választásnak, és nincs még azt hiszem ellenzéki politikus, aki ne hozakodott volna elő azzal, hogy szerinte jó volt, morálisan vállalható vagy vállalhatatlan az, hogy Márki-Zay Péter egyedül állt ebbe a utolsó est, vagy azon az estén. Igen. És harmadik hete én egyébként felhatalmazás nem kapó, de legalábbis bizonyos értelemben várakozások alatt szereplő politikusoktól nézem azt, hogy ítélkeznek, hogy ez helyén való volt-e, vagy nem volt helyén való, hogy XY ott volt-e, vagy nem otthon volt otthon. Vagy otthon, vagy ott. Na most az a kérdés, hogy azokat a neveket mondják be, akik kitalálták azt, hogy az lesz az plakátján az ellenzéknek, hogy Orbán megy, rezsicsökkentés marad, Orbán megy, családpolitika marad, Orbán megy, kerítés marad. Engem nem az érdekel, hogy az ott morálisan vállalható volt, vagy nem volt vállalható. Ugye Márki-Zay Péter a forgatókönyv kapcsán ez kiszivárgott azóta, ő kívánt egyedül felállni. Hanem azoknak a nevei érdekelnének, azoknak a jóváhagyása érdekel, és azok, akik végső döntéseket hoztak azokról az óriás plakátokról, hogy ezzel fog az ellenzék nekifutni 2022. januárjában. Vagy azoknak a nevei érdekelnének, és azok a döntése, és valószínűleg ez Márki-Zay Péternél fog összefutni ezek a szálak, aki miközben megérkezik a 13. havi nyugdíj és a visszatérítés, közben az az óriás plakát pottyan bele a reggeli kávéba, hogy egészségügyi minisztérium lesz. Tehát kinek az ötlete? Kinek az e-mailje az utolsó, aki ebben az ügyben jóvá hagyott? Valószínűleg ez a politikai felelősség, és a politikai felelősnek kell lenni, kampányilag, vagy pedig a kampányt politikus vezeti, tehát ővi a győzelem és a vesztesség. Na most ehhez képest én ezeket a neveket, vagy ezt a gombot megnyomta erre a plakátra, még mindig nem tudom, de azt már megtudom, hogy a 72. politikus mit gondol arról, hogy Márki-Zay Péter mögött mekkora csipet csapatnak kellett volna még felállnia, az szerintem nem a gyászfúk a része. Vállaltait bárki is a felelősséget, mondta azt, hogy hibáztunk, nem jól csináltuk, ez és ez volt a probléma. Ez pont van, csak ez meg ilyen... Én nem nagyon látok ilyet. Hát, Ungár Péter, Kunhalmi Ágnes, Újhelyi István, azért vannak ilyen... Kunhalminak vannak, igen, de ő is aztán utána belemegy abba, hogy az amerikai tanácsadók, tehát ő is, hogy mondjam, szóval abból egy koherens válságértelmezés nem nagyon bontakozik ki. De ezen a 3 néven kívül te se tudsz sokkal több nevet mondani, meg néha még Mérő László, akinek semmi köze a politikához, őt fölhozzák, hogy ő önkritikusan elmondta, hogy hát
2022-t átverték, mert vidéken nem csalják el a választást. Tehát itt tart ma az ellenzék, és ehhez képest, mintha minden ugyanúgy folytatódna tovább. Tehát hatházi menetből ugyanúgy, mintha nem is történt volna április 3-a. Na azért de csomó számomra... minden történik, vagy történni látszik mindkét oldalon, tehát beszéljünk arról is, hogy lesz-e Navracsics miniszter, és beszéljünk arról is, hogy lesz-e más neve az MSZP-nek, és mi van akkor, ha lesz. Innen folytatjuk mindjárt. A csat harmadik részeinek az elején eljutottunk oda, hogy nézzük, mi lesz. Tehát mi lesz a kormányzati oldalon, és mi lesz az ellenzéki oldalon. Kedves vendégeinkkel itt hagytuk abba, hogy ezt fogjuk elemezni, és akkor próbáljuk is ezt meg. Érdemes-e igazi kormány átalakításban gondolkozni Orbán Viktornak, ahhoz nyilván talán egy kormányzati struktúrát is módosítani érdemes, hogy komolyan belenyúljon. Várható-e az, hogy egy komoly kormányzati struktúraváltás is előttünk áll? Itt mindenki az M-mit emlegeti, hogy ott kellene elsősorban is valamiféle változást létrehozni. Mennyire lehet erről hallani, vagy mennyire lenne reális az, hogy ezt most meglépje? Ez várható, de nem biztos, hogy bekövetkezik. Az elmúlt években nagyon kemény kritikák érték az EMMI-t, már csak azért is, hogy amilyen a szerkezete ennek az összvér minisztériumnak, ez nem tartható sokáig, szerintem az oktatást, az egészségügyet, meg mindent összelapátolni, mint egy salátatörvény, amit volt az nem elmúlt... Nem tartható, de tart, miközben igen, a kritikát érik folyamatosan. Igen, de erre alkalmas embert találni, aki átlátja ezeket a területeket, nagyon nehéz. Kásler professzor úr bebizonyította többször, hogy alkalmatlan erre. Nem véletlen, hogy Pintér Sándor vitte a pandémiás ügyeket is. Tehát szerintem itt két lehetőség van, vagy az van, hogy találnak egy olyan Jolly Jokert, akit oda tudnak delegálni, vagy pedig szétbontják a minisztériumot. Szerintem harmadik lehetőség nincs. Ti hogy látjátok ezt? Ugye az EMMI, ez a 2010-ben létrehozott, Navracsics Tibor által létrehozott csúcsminisztériumi struktúrának tulajdonképpen az utolsó eleme. Ugye a KIM, mint ilyen csúcsminisztériumok, csúcsminisztériuma az már 14-ben szétesett vagy szétdarabolódott, és tulajdonképpen az összes többi ilyen csúcsminisztérium az nagyjából meg. Szóval az EMMI az utolsó, tehát ha fogadnom kéne, akkor azt mondanám, hogy valószínűleg ez is az átalakításoknak az útjára lép, tehát szétszedődik, de hát ezt nem tudjuk. Nem tudom, hogy van-e igazából ennek jelentősége igazából, mert szemmel láthatóan többféle kormányzati struktúra volt 12 év alatt, és mindegyikbe tudott sikeresen kormányozni a Fidesz, mindegyik kétharmadot eredményezett. Ez egy belső technikai kérdés, attól függ, hogy a miniszterelnök milyen kormányzati időszakot lát maga előtt. Hova fog fókuszálni? Inkább külpolitikát fog vinni, tehát ott lesznek lekötve az energiái, inkább belpolitikára akar fókuszálni, melyik területet fogja kiemelni, de ez találgatás, ezt most még nem tudjuk. Ehhez fog nyilván alkalmazkodni majd a kormányzat. Navracsics és Lázár lehetséges visszatérése a kormányzati struktúrát alakítja, vagy ők alakulnak majd a kormányzati struktúrához, ha egyáltalán? Én csak azért várom, hogy visszatérjenek, hogy véget érjenek ezek a diskurzusok, hogy most Lázár-Orbán konfliktus, Lázár-Rogán konfliktus, Rogán-Orbán konfliktus, és akkor ebbe a 12 évben vagyunk ezekben a konfliktusok, Navracsics-Orbán konfliktus, Navracsics-Brüsszel-Orbán. Tehát, tudod, miért vannak ezek? Mert ez az ellenzéki csodavárás, tehát mert ők maguk gyengének érzik a saját pozíciójukat, úgy gondolják, hogy a halálcsillag majd belülről fog fölrobbanni, és akkor majd egy belső konfliktus szétveti az egészet. Ezzel azt mondod, hogy nem is kellene különösen jelentőséget tulajdonítani? Elmondom, hogy szerintem mi a jelentősége. Egész egyszerűen a magyar belpolitikában az ellenzék kiszorult a szakpolitika alakításából. Ő maga vonult ki belőle. Tehát azzal, hogy a mondani valóját leegyszerűsítette gyakorlatilag az O1G-re. Igen. Most sarkítok, de értek, hogy mire szakpolitikai mondani valója, azt se nagyon hallja meg a kormányzat. Nem azt mondom, hogy nem, mert tényleg Ungár Péternek még volt is egy sikeres kezdeményezése otthonápolás ügyben. Tehát azért voltak ilyen apró, de mondjuk úgy, hogy egy egészé, tehát szakpolitikai szerkezetté nem nagyon áll össze az, amit az ellenzék mond. Lőnek mindenfelé, de leginkább egy ilyen totális és széttartó kritikát mondanak a kormány fölött. Ezért hol zajlanak le a szakmai viták kormányon belül?
mint az ellenzéki sajtó lefordít a saját nyelvére, hogy akkor személyek, párharc zajlik, konfliktusok, de egész egyszerűen azért, mert amik normálisan ellenzék és kormánypártok között kéne, hogy lefolyjon, ezek a viták már nem tudnak lefolyni, mert az ellenzéknek nincs érvényes állítás. Egy adalék hozzá, hogy az előző ciklusban, a Jobbikot kivéve, egészségügyi politikusa nem volt az ellenzéknek. Hát DK-nak volt Komáromi Zoltán személyében. De nem volt parlamenti képviselő. Nem volt parlamenti képviselő, miközben az egészségügyel támadták folyamatosan a kormányt. Volt Szabó Tibor, szerintem Tamás, teljes joggal, és nem igaz, hogy nem. Most nem néztem végig a névsort, az ellenzéki névsort, hogy lesz-e szakpolitikai iránya mondjuk az oktatásnak, az egészségügynek, de hát ez amatőrizmus. Azért ez nem igaz, hogy nem voltak javaslatok, nem voltak teljesen kiérlelt javaslatok, de ez falrahány borsó. Péter, semmi nem. Volt ez a Covid, tehát amikor az ellenzék úgy érezte, hogy na most az a népszerűbb álláspont, hogy nyissunk, akkor azt mondták, hogy nyissunk, amikor zárni, akkor zárni. Tehát ezek nem voltak szakmai álláspontok. Itt volt szerintem pont a te műsorodban mondta el Komáromi Zoltán, de lehet, hogy rosszul emlékszem, de talán ebben a tévében mondta el, hogy a Covid az jobb, mint a keleti vakcinák, tehát ezeket azért nehéz szakmai álláspontként értelmezni. Nem ezt mondta egészen, tehát most a beszőt, folytassuk a mondatot, tudod, ez a kiemelt mondatrész. Hát tényleg ezt volt, mondta. Igen, elhangzott ez a mondat, nem egészen így, és akkor de hát mondd akkor, mi volt az értelme, mert... Ezt én most már vissza nem hozom hát, neked két év után. A kínai vakcinákról volt szó, jó, hát most igen. Nem olyan hatékony, na. Hogy ez volt a lényeg. Na, de ebbe is, na jó, de ebbe is bizonyosodott. Nehéz volt szakmai alapon vitatkozni, az volt a lényeg, valamit mond a kormány, akkor azzal ellentétesek. De hát azért az nem igaz, hogy számtalan javaslata nem volt például az ellenzéknek a parlamentben, bizottságokon keresztül, ülésszakokon keresztül. Hát azért megvan, hogyha egy egészségügyi szakpolitikus fogja össze a területet, azért az más, mint hogy Kórós Lajos beleszól a szociális területre. Kórós Lajosnak is lehet jó ötlete, érdemes lenne meghallgatni. Kórós Lajos lehet, hogy mindenki jönnél jobban ért a szociálpolitikához. Ő meg ezzel az álmentős videóval teljesen kilőtt a magát. Tehát egész egyszerűen komoly ember odaállít egy olyan embert, akiről elsőre látszik, el is fetettem, hogyha nem mondasz, és amikor volt, sem néztem meg. Tehát ezek, nem ezeken múlik a... De akaknak megmaradt. Hát, de az úgy, neked, igen, de ettől még lehet egy jó javaslata, tehát az azzal biztos lesöpörni, hogy volt egy videója, vagy hogy egy ellenzéki politikus. Én nem ezt mondtam, csak azt mondom, hogy ha valaki egy ilyen szakmai hibába fut bele, ez egy politikai szakmai hiba, kiáll valakivel, aki egy csaló, egy olyan ember, aki egész egyszerűen kiadja magát valakinek, aki ő nem. És ezt betolja a Covid, tehát a járvány kellős közepén, nem, ez még lehet, hogy járvány előtt volt, kínos. Tehát onnantól kezdve nagyon nehéz azzal jönni, hogy egyébként van egy jó javaslatom. Tehát csak azt akarom mondani, hogy az ellenzék nem tudott magából koherens szakmapolitikai javaslatokat kiérlelni, és ezért egy csomó minden, mit tudom én, Varga Matolcsi, ugye, Lázár... Mondjuk azért az látszik. Ezek valós problémák. Ezek szakmai, de ez egy szakmai vita. Ez, amit az ellenzék úgy próbál beállítani, hogy na most megroppant a NER gerince, mert két fontos ember vitatkozik, de hát én annak örülök, hogy egyébként ilyen szakmai vita lefolytatódik. Én nem tudom, hogy az ellenzéknek mi a monetáris politikája. Én nem tudnám megmondani, hogy ma az ellenzéken belül kinek van erről gondolata. Azt tudom, hogy a Matolcsinak van, de hogy az ellenzéken belül ki képviseli, ezt is se tudnátok megmondani. Ezen a ponton, tehát hát Péter Ákos, azt gondolom, elég jelentősen benne volt az ellenzék programjának megírásában. Ez a beszélgetés rávitt egy nagyon jó pontokra, vagy egy nagyon jó pontra, hogy politikai kérdéseket az ellenzéki oldalon szakmai emberek beszélnek el, szakmai kérdéseket pedig politikusok beszélnek. Tehát egy politikusnak, Bot Péter Ákos az ellenzéki, hogy is mondjam, referencia szempontjából pont olyan ember, mint bármelyikünk. Tehát ő nem lehet hivatkozási pont, nincs felhatalmazása, az álláspontját az elmúlt években ugye meglehetősen sokszor változtatja, bár bizonyos értelemben a neoliberális logikához következetesen érvényesíti, hogy is mondjam, gyakran belekeveredik ő is politikai állásfoglalások, amiket hozzáállít gazdaságpolitikai tények, ez nem ő is egyike. De ez most ebből függetlenül mindegy, csak hogy amikor jött a szó, hogy akkor az ellenzéknek van-e álláspontja, akkor te is azt mondtad, Bot Péter Ákos. De ide politikus. Hát hiszen de ide az politikus lett egy több száz oldalas programja, a programban van gazdasági rész, nem a gazdasági rész kérelését rábízták. Én nem tudom, hogy azt kiírta azt a programot, mert
Király Júlia is meg akarta mondani, hogy ki kivel álljon össze a felhatalmazott politikusok környékén, ki beugratott Facebook posztokat, nem tudom, vagy nem is Facebook posztokat, vagy privát, már egyébként teljesen mindegy, most ez pont olyan, mint a Korozs videó, nem tudom, még miért emlékszek egyáltalán végre. Jó, de ami viszont, de egy pontot tudom, mert el kéne felejtenünk szerintem, az, hogy megpróbáljuk meg azt, hogy egy kormányzaton belül konfliktusok vannak, érdekkonfliktusok, ez a politológia első órája. Ez lehet személyzeti, lehet szocializációs, lehet értékbeli, lehet közpolitikai. És ezekkel az ellenzéki politikus ne gondolkodjon, hogy most egy publicisztika a magyar nemzetben, amit a Matolcs ír, ezzel kinek akar üzenni. Ezzel ne foglalkozzon, hanem ő valóban akkor egy monetáris politikára folytatja ki az álláspontját. Ne foglalkozzon, hogy most a Rogán és a Lázárnak mi a viszonya, mert úgyse fog belelátni, mert ennek a rendszernek az a működési logikája, hogy a titok, az érdekviszonyok házon belül maradnak, ezt követi le a kormányzati struktúra is, rengeteg informalitás van, hogy megmaradjon a kormányzó főnek a vezetői szerepe, a hatásköre, a láthatatlan hatásköre, úgyse fogja megérkezni, a minisztériumi struktúra lekövet valamit, meg van egy másik láthatatlan struktúra is. És a politika ne azzal foglalkozni, hogy valóban most akkor Navracsics Tibor meg fogja újra sértődni, vagy sem, és akkor hát, ha még ő is fog egy kopogtatott cidát. Akkor nézzük, hogy mit mond Újhelyi István, hogyan megy tovább az ellenzéki politika, legalábbis ha ráhallgatnak a szocialisták. Ki kell tudni mondani, hogy elhervadt a szegfű, az MSZP avittá vált, a pártnak meg kell ráznia magát, mindenkinek meg kell értenie, hogy ha a NER érdemi ellensúlya akar lenni, akkor először magának is változnia kell. Szeretném egyfajta tandemben Tóth Bertalan frakcióvezetővel együttműködve, ha azt a programot végrehajthatnám pártelnökként, amit most letettem az asztalra. Ha az újjászületést támogatja a közösségünk, azt szívesen, örömmel, nagy ambícióval pártelnökként vállalom. Ha maradni akarunk azok, akik vagyunk és nem tudunk változtatni, ahhoz nem én kellek. Hú, sok mindent mondott itt. Hát kezdjük a szegfűvel. Adjunk egy esélyt neki. Hát kezdjük hát a szegfűvel, hogy az elhervadta az a szegfű. Hát legyen Ibolya. Hát teljesen, de már nem most, évekkel ezelőtt. Tehát a szocialista párt az tényleg egy múzeum lehet, ahol a tárlók mögött megnézhetjük a poros alakokat, és konstatálhatjuk, hogy hát valamikor ők is itt vitézkedtek ezen a csatatéren. De mi történt az elmúlt 12 évben a szocialista párt? Amikor Mesterházy Attila lemondott ugye az EP választást követően, akkor 2014-ben a szocialista párt még tudott 20% fölötti eredményt produkálni. Tehát az még egy erős középpártnak látszó szocialista párt volt, miközben már kétharmada volt egy cikluson keresztül a Fidesznek. Mi történt itt az elmúlt 8 évben? Én 2006-ra mennék vissza, és... Annyira éreztem, Tamás. Rátalatok, hát nem tudom, hogyha kimondom mondd, ezt a levet, akkor... Gyurcsány, végre, mondd már ki végre. Taktikusan kinyírta az MSZP-t. És olyanből nem is csinált nagyon titkot. Nem is csinált titkot, főleg amikor a DK-t megalapította. Ugye ő már akkor arról beszélt, hogy egy egységes baloldali nagy demokrata pártra van szükség, és azokat a lépéseket, hát szép lassan. De az egységes lassan, baloldali de... párt és a kinyírás, az hogyan van egy mondatban? Hát az MSZP-vel nem tudott mit kezdeni. Láthatóan ott nem tudott már vigéckedni, vagy nem tudom. Vagy a szocialisták... mulasztották el azt a pillanatot egyébként 2006-ban, hogy ők tegyék ki. Mert hogyha ők kiteszik akkor a kormányból, illetve a miniszterelnök ki pozícióból leváltják, akkor lehetett volna esélyük, vagy egy új narratívát felépítsenek, hogy a Gyurcsány nélkül ez az ő ügye, ezt intézze? Nem. Értetetlen módon beálltak mögé, és hát a Gyurcsány meg szépen visszakardozott. Ezzel azt mondta, hogy Gyurcsány okosabban politizált, mint a szocialisták. Természetesen. Akkor ez ennyi, ezt értjük. Egyetértettek ezzel? A térségben gyakorlatilag mindenhol elsorvadt, eltűnt az utódpárt. Én most nem tudnék mondani egyetlen országot se, ahol túlélt volna. Talán az MSZP volt a legtovább, amelyik, és hát végülis még proforma még mindig itt van velünk, bár egyedül valószínűleg nem jutottak volna be a parlamentbe. Tehát hát és a legsikeresebb az utódpártok közül, hát végül is 3 cikluson keresztül vezet. Igen, azt is, hát most hirtelen nem tudok végigmenni Bulgáriától Észtországig az összes ott, de igen, valószínűleg a legsikeresebb is. És azon változtat valamit, ha Újhelyi István most azt mondja, hogy esély lesz a neve? Hát nem tűnik egy jó választásnak. Én azt gondolom, hogy itt elsősorban egy személynek, Újhelyi Istvánnak a önmaga pozícionálásáról szól ez a történet. Szeretne
szeretne egész egyszerűen 24-ben EP képviselő maradni, ehhez neki pedig szüksége van egy, még ha kicsi pártnak is, de az elnöki pozíciójára valahogy oda szeretne beülni, mert ez neki egy jó tárgyalási alap, hogy megőrizhesse ezt a egyébként jól fizető állást, ahonnan kényelmesen lehet bekiabálni a magyar politikába. Brüsszelből? Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy Brüsszelből egyébként igazgatta vicces, egy pártot. Ha ez összejön, akkor két olyan párt lesz, ugye a Momentum, meg az MSZP, aminek az elnöke az egyébként Brüsszelben ül. Amúgy meg itt a pártja itt van, és hát onnan építi újra, ami szép. Telefonon. Azért vagy szép SMS-ben, nem tudjuk, hogy. Hát kemény munka valószínűleg. Nem lehet egy ilyen egyetlen egy lépésben mondani, hogy a Magyar Szocialista Pártnak a márkája miért merült ki, de valóban 2010 óta talán Tóth Csaba kollégának a doktoria foglalkozik ezzel az MSZP márka kimerülésével. Jaj, azt hittem már, hogy a zuglói Tóth Csabáról beszélsz, de utána... Nem akar, azért jó, hogy nem a te fejeddel gondolkodok azért. Igen, komoly dilemma a szegény Tóth Csabának magának, és mert fél tucat Tóth Csaba mozog a magyar közéletben. Igen, szegény. Mindenki összerezzen, igen, igen. Valakit börtönbe. Talán azért PhD-t viszonylag keveset írtak azért a igen. Zuglóból, igen. És hogy itt sokkal érdekes, hogy a Magyar Szocialista Párt eddigi túlélése, vagy az eddigi fennmaradása ugye egy embernek a függvénye volt, ez pedig Karácsony Gergely. Tehát a Magyar Szocialista Pártnak a eddigi, hogy is mondjam, láthatóságát, nyomásgyakorlását, asztaloknál képviselt pozícióját, az kevésbé Tóth Bertalan vagy Kunhalmi Ágnes képezte, hanem Karácsony Gergely. És a szavazók 2000... fejében is így volt? Tehát az a fajta szövetség, ami az elmúlt négy évet jellemezte? Hát 2018-ban jön létre ez a szövetség, ugye ott valamikor az év végén, és azóta tulajdonképpen a Magyar Szocialista Párt az Karácsony Gergely projektjének a része, és bizonyos időben fordítva is, hiszen a párbeszédnek már nincsen szervezete, tehát ilyen értelemben a Magyar Szocialista Párt pedig része a párbeszédnek. Tehát ebben az értelemben Magyar Szocialista Párt olyan kicsivé lett az elmúlt évek során, de szerintem ennek csomó bonyolult oka van ennek, amivel nem mutatná most a nézőket, mert vége is a műsornak, ami folytán lényegében önerőből ez a feltápászkodás nem fog menni. Hiszen a Karácsony Gergelytől sok minden fog, hogy ő mit akar a Magyar Szocialista Párttal, meg a párbeszéddel mit akar Karácsony Gergely, vagy a párbeszéd a Magyar Szocialista Párt. Amikor azt... Ordai Bence nem arról beszélt, hogy most már az MSZP-vel nincs szövetség, nem... mint ha úgy emlékeznék. Én nem tudom, hogy ez mennyire a testület álláspontja. De közben ők azok, akik azt mondják, azt fogják majd mondani 3 év múlva, majd figyeljünk, hogy össze kell fogni, mert az a bölcsekköve, az a nagy megoldás. Tehát az egész pávatánc, hogy kikivel nem áll össze, meg kikivel nem hajlandó leülni, meg teljesen érdektelen. De most a végén megint össze fognak tapadni. Az lehet, hogy a végén igen, de az európai parlamenti választás ott az lesz az a pillanat, amikor megmérettetik az összes Magyarországon azon elinduló párt. Ezt nem tudjuk, nem tudjuk, hogy az így lesz, lehet, hát, hogy szövetségek lesznek. De az nem kifizetődő igazából egy EP választáson, bár lehetséges. De ha ezt megteszik, akkor valamit virítaniuk kell azoknak is, akiket állandóan azzal piszkál minden ellenfelük házon belülről, hogy hát ti soha nem mérettétek meg magatokat, lásd Párbeszéd, vagy nem jutnátok be a parlamentbe, lásd LMP. Hát miért a KDNP bármikor bármit mutatott, bármikor bármit elért az elmúlt 21 néhány évben? Rendszerváltás követően. Semmit. Hát jó, a rendszerváltás arra még idősebbek még emlékeznek, de hát hogyha a KDNP önállóan indulna mondjuk egy ilyen választáson, egy fél helyet nem tudna összekaparni. A problémáját? Nem, csak hogy itt mindig a most a baloldal savazzuk, de ugyanaz meg a másik probléma. Ez nem szavazás problémája. Igazából én arra utaltam, hogy az, hogy majd az összefogás, az egy távlati kérdés lehet, mert először meg kell mutatni persze. A dolgokat. Tehát most hirtelen ezeknek a pártoknak önállóan fel kéne építeni az arcukat. Ez arról szól, hogy a másikat támadom folyamatosan, és most már ez elkezdődött, lehet, hogy már ez a politikai logika, hogy már az uniós választásra készülnek. Az, hogy támadják egymást a politikusok egy nem monolit oldalon, azzal az égvilágon semmi gond nincs. Én ezt nem értem. Ugye ez is egy ilyen diskurzus, hogy összevesztek a baloldali pártok. De ha egységet akarok, akkor ezzel nem ütöm a másikat. Ez az egység a politikában a választásokig történik. Ha itt nem az történt volna 2000 most szombaton, vagy 3 héttel ezelőtt vasárnap nem az történik, amit te, akkor te az, aki egy jobboldali dolgozón médiának vagy a része, azt a vitákat, amik a médiakonglomerátumon belül történtek volna, hogy melyik állomány megy tovább és melyik nem, az egy kegyetlen lett volna, nem ez történt, hanem most akkor ezek az érdekkonfliktusok itt ütköznek ki. Tehát ez egy teljesen normális rész. Az a kérdés, amikor Donátan azt mondja, hogy 6 párt helyett kevesebb pártra van szükség, na az mit jelent? Tehát ő ezzel a mondattal mit mondott? És neki erre választ kell adnia,
hogy ezzel most, mert ezt egyrészt ő nem választ a szociológus, tehát ezzel mit akar mondani. Másrészt szóval, hogy politikusként egy politikai állítást tesz, már pedig politikusként ne tegyen választás szociológiai állítást, akkor ez a három, akkor ez a kevesebb párt, ez mit jelent, ez mit akartna? Az a helyzet, hogy mire véleménye lehet neki is, nem? Politikusként nem véleményeket fogalmazunk meg, hanem állításokat, és ő állítás fogalmaz, de ő állítás fogalmazott meg. És akaratot, szándékot fogalmazunk ez meg. Egy vélemény volt, ne haragudjatok. De helyesen tette, hogy állítással élt egyébként. Neked, mert mi nem vagyunk cselekvője a politikának, tehát mi véleményt alkotunk róla, de neki cselekedett a szereplője, tehát neki végül is, akkor az kell, és neked is ez hiányzik, hogy akkor rendben, de akkor ez mit jelent, hogy most letakarít valakit a színpadról, vagy fúzionál valakivel, tehát akkor ennek az interjú kapcsán adott a három azóta interjút, és mi nem tudom, hogy ez mit jelent ez a mondat. Mert hogy azt mondta, hogy ezt nem neki kell eldönteni, hanem majd a választók, vagy éppen a pártok maguk eldöntik. Nekem egy dolgot kell eldönteni, hogy most berekeztem a beszélgetést, és köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Köszönöm önöknek a figyelmet. Egy hét múlva jön újra a csat, addig pedig nézzenek gyakran minket minél többször, és töltsék kellemesen a mai estét, viszontlátásra.